Az idősek hónapja alkalmából olyan programokon vettek részt a Bonyhádi Gondozási Központ lakói, amelyek szórakozást és kikapcsolódást nyújtottak számukra. A cél az volt, hogy a szépkorúak ideje hasznosan teljen és színeket adjanak a hétköznapoknak, mondta a gondozási központ munkatársa. Ezáltal a szellemi és a fizikális aktivitásukat tudjuk növelni, illetve megőrizni. Amit kiemelnék az októberi programok közül, egyrészt a városi rendezvény, ahol polgármester asszony Filóné Ferenc Ibolya személyesen hívta meg a lakókat, ami tényleg nagyon jól esett mindenkinek. Így a kerekesszékesekkel is többen részt tudtunk venni a programon. Ez azért is volt különleges, mert az esti programok azok nekik jobbára kiesnek, úgyhogy ez egy emlékezetes esemény volt. Aztán másnap folytatódott egy házi ünnepséggel, ahol a nyugdíjas kollégákat is meghívtuk, itt köszöntöttük együttesen, kollégáimmal karöltve egy verscsokorral a lakókat, másrészt pedig a zeneiskola növendékeit hívtuk meg erre az eseményre, ahol tényleg nagyon jól érezték magukat a lakók. A programok összeállításában a zenés programokat, a mókás vetélkedőket helyeztük előtérbe, volt egy borkostolónk, volt pizzapartink, de a tanulók bevonásával valójában egy kis helyi kimit tudott is szerveztünk, ahol egymással mérkőzhettek meg a lakók, nagyon jó hangulatban telt. Az egészség nevelésre és az egészség megőrzésre is nagy hangsúlyt fektettünk. Egy optikust hívtunk meg a programokra, ahol az idősek látását vizsgálta, és egy házi orvos, dr. György Mária beszélt nekik az időskori betegségekről egy ismeretterjesztő előadás keretében. Nem csak egy napig, egy hónapig szentelnek különös figyelmet a szépkorúak hasznos időtöltésére a Bonyhádi Gondozási Központ munkatársai, hanem a tél közelettével a korán sötétedő időszakot is tartalommal igyekeznek feltölteni. A Gemenci erdőbe kisvasutazhattak, állatokat nézegethettek, terményeket gyűjthettünk, hiszen készülünk az adventi vásárra, és minden egyes kis terményre szükségünk van. Tehát az október az nagyon-nagyon tartalommal teli hónapunk volt, de így készülünk a november és a decemberre is. A novemberi hónapban ugye a Halloween-t ünnepeljük, az idősek egyelőre még nem tudták, hogy az ő idejükben még nem voltak ezek a rendezvények, így most egy megújult formával jöttünk nekik elő, illetve novemberben van a mártonnapi felvonulás, amin szeretnénk idén részt venni, és a zsíros kenyérparti, hát elmaradhatatlan a mártonnapkor. De készülünk az adventi vásárra, hiszen a polgármester asszony, az önkormányzat és a művelődési központ jóvoltából minden tagintézményünk részt vehet ezen a rendezvényen. Erre már nagyban dolgozunk, készítjük a karácsonyi díszeket, lekvárokat főztünk, szappant főztünk, úgyhogy nagyon várjuk a közönséget, hogy elvarázsoljuk a termékeinkkel a város lakóit. De meg kell említenem, hogy december 7-én, ami még nem volt, és amire nagyon büszke vagyok, hogy ilyen csapatban dolgozhatok, hogy megvalósítjuk az első szociális gondozó és bálunkat. A festménynek egy nagyon nagy fontossága van számunkra, hiszen egy életfa modellkép, aminek a lényege, hogy egy idős ember sétál, és az órát szimbolizálja, illetve egy olyan fa, amin nincs tartalom. És ezt a tartalmat szeretnénk a város lakóival, illetve az adományozni vágyokkal megtölteni, úgy, hogyha adják az új lenyomatukat, akkor tele lenne varázslattal ez a fa, ami az intézményünknek a falait díszíteni. Fontos, hogy ezt egy kolléganőnk készítette, tehát minden helyben készült, és hogy ez a fa tele legyen élettel, tehát ezt szeretnénk elérni. Az adventi vására nagyon lelkesen készültek az otthon lakói. Olyan ízű lekvárokat is főztek olyan zöldségekből, amelyeket az ő idejükben még nem használtak fele módon. Minden nap különböző programok voltak, nagyon szépek.
És úgy el voltunk foglalva, hogy ma, mikor délután volt, akkor azt mondtuk, hogy szabadságon vagyunk. Olyan programok voltak, úgy foglalkoztak velünk, nővérek, főnökasszonyok, mindenki. És a legszebb, nagyon szép volt itt a borkóstoló. Nagyon szép volt, nagyon-nagyon szép. Hatféle bor volt, nem tudom a nevüket megmondani, de én is ittam belőle, nagyon jó volt. Úgyhogy zsűrik voltunk, hogy megértékeltük, hogy melyik bor milyen. Rajzoltunk, festettünk nagyon sokat. Akkor még azután csinálunk nagyon sok minden, és lekvárt főztünk, kedves. Csináltunk, és még csinálunk lekvárt. Tök lekvár. Hát én ilyet életemben nem hallottam a tököt, nálunk mi nem ettük lekvárnak. Nagyon finomakat. Eper lekvárt, dzsemeket csináltunk, eperből, akkor szilva lekvárt csináltunk. Az otthonban összesen 16 lakó van, akiket egészségügyi állapotuknak megfelelően vonnak be a központ dolgozói a programokban.